Szép számú vendégsereg gyűlt össze a bagolai városrészben a szombati kánikula ellenére is, ahol elsőként értékelték az évet, azt a sokrétű tevékenységet, melyet a hölgyek végeztek. A csaknem 100 pártoló tag közül 70-80 fő minden évben szakít arra időt, hogy az együttlétet megünnepeljük, fogalmazott Büki Pálné. Mi barátságban, erkölcsi támogatásban, a velünk együtt való örülésben mérjük a pártoló tagokkal együtt az életet. Én büszke vagyok ezekre a pártoló tagokra. Az igaz, az hozzá kell tenni, hogy a férjek, az élettársak mind itt vannak, az nálunk természetes. A műsor sem maradt el a pártolók napján, köszönhetően a Honvéd Kaszinó diák színpadának, akik a 7 főbűnről írt színjátékukat adták elő. És ennek a rendezvénynek a keretében avatták be hivatalosan is az új pártoló tagokat, mint például Rába Völgyi Lajosné Marikát, aki Büki Pálné egykori tanítványa volt. Én első alkalommal jöttem ide, a barátnőmtől hallottam, hogy létezik egyáltalán ez a hölgyklub, és nagyon megtetszett. Olyan programok vannak, olyan ajánlatokat, csak néztem, hogy hát ez létezik, és tényleg szeretek itt lenni. Az 5 új pártoló tagot hivatalosan is felavatta a hölgyklub a szombati rendezvény keretén belül, tagságukat ma már oklevél is bizonyítja. Örülök, Marika, hogy ide találtam.